Boldog új évet! Üdvözlünk mindenkit! Időközben kinyújt a haja, karácsonyi ünnepek alatt. Csak hát nem tudtam megválasztani a színét és ilyen lett. Üdvözlünk mindenkit! Amitől a legutóbbi filmen készítésekor féltem, az most megtörtént, mégpedig az, hogy a kamera az meghibásodott. Egy 9-es dízel. Gép. Most azt hiszem észre, hogy megint elkezdett villogni a ennek a, vagy nem is tudom milyen ennek a kamerának, hiszen már ez javítva volt, nem is volt olcsó, egy 50-60-70, nem is tudom hány, 10 000 volt. És ha megint javítani kell, akkor valószínűleg bele fogom tiporni a kukába ezt a kamerát. 2023-as évet majd egy kamerának a beszerzésével fogjuk elkezdeni. Most jelen pillanatban egy telefonommal, ami nem készít túl jó minőségű videókat, megpróbáljuk elkészíteni az év utolsó 2022-es év utolsó Fűrészmánia filmjét. Ugye minden évben szoktunk a Fűrészmánia keretein belül valami évzáró kisfilmet végrehajtani. Aki ismeri a Fűrészmániát évek óta, az tudja, hogy mi láncfűrésszel szoktunk sört bontani. Ebben a részben is azt szeretnénk. És gondolkoztunk különböző helyszíneken, hogy hogyan lehetne egy kis színt belevinni, hát most nem színt viszünk el, hanem a természetet, és itt látszik a háttérben Sopron városa, amit az előbb mutattam, az a Schneeberg a távolban. És most ezt a sörnyítást úgy szeretnénk, gyere oda, látod a kamerának nevezhető telefon, ezt a sörnyítást úgy szeretnénk eszközölni, hogy ugye már az idők folyamán én a sörbontást a láncfűrésszel időzőjelbe téve kimaxoltam, mert nyitottam már kis láncfűrésszel, nagy láncfűrésszel. Nyitottunk olyan, volt olyan alkalom egy kiállítás során, hogy úgy több mint 200 valahányat nyitottunk ki a két nap alatt, a csiki sörrel közösen például, bemutatók során. Kinyitottam már a 31-20-assal 105 centis vezetővel, kinyitottam azt hiszem az Oleoma 999-essel 90 centis vezetővel, meg ha jól emlékszem az Attilának a 0-84-esével, az a, ha jól emlékszem 125-ös vezető, vagy valami ilyesmi. Talán az volt a legnagyobb. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt a dolgot ezt kimaxoltuk, hogyan lehetne még? Hát ugye azzal lehetne, hogy kiharapom, vagy kilőgöm, vagy valami, de megpróbáljuk láncfűrésszel. És úgy próbáljuk meg kimaxolni, hogy akkumulátoros láncfűrésszel, nevezetesen ezzel a Oleomak GSI 30-as, ezzel még nem nyitottunk sört. Boldog új évet! Figyelj Tibi, azt akarom mondani, hogy amit előttünk kupakot, azt azért összeszedem. Boldog új évet! Ugye, lakott területi fakitermelőként, úgy autentikus, hogy lakott területen végezzük még a sörnyitást is talán. Ugye? Itt van a karácsonyi vásárról, pakolnak össze. Itt van a Sopron karácsonyfája. És akkor a következő célpontunk. Boldog új évet! Mi a helyzet, Tibi? Minden oké. Boldog új évet! És mit látta itt Sopron belvárosában? Kaszantó egy gorillabot. Nem hittem én sem. Itt vannak a sörnyitóink. Boldog új évet! Milyen jó neked, hogy ihatsz. Köszönöm. Ugye én még vezetek, de majd, ha megérkezünk, akkor azért egyet talán hagysz nekem is, nem? Persze. Kurva jól nézzek ki, de hogy... Hol vagyunk? Szervusztok, boldog új évet kívánok ismételten. Boldog új évet. Lesz egy hidegindítás. Ugye 2022-ben
50 éves az oleumnak, 2023-ban már 51 éves lesz. Most még... Itt mondom, hogy épp már még csinálunk egy körvétel. Most lezártuk és már a boltunkat. Boldog új évet! Charlie, majom a családban. Mindjárt a Tibi megpróbálkozik élete első bontásával. Boldog új évet! Boldog új évet! Szóval akkor ezúton szeretnék nektek boldog új évet kívánni. Minden fűrészmánia nézőnek, minden fűrészmánia rajongónak, együttműködő partnereinknek, barátainknak, rokonainknak. Milyen fehér a kezem a bőrömhöz képest? Milyen? Furcsák a szemeim, nem? Nem vagyok kialudva. Köszönjük a megtisztelő figyelmet. Köszönjük a 2022-es figyelmeteket. Úgyhogy boldog új évet, 2023-ban találkozunk. Sziasztok! Boldog új évet! Boldog új évet! Lepés.